Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben a videóban. Ahogy a címből is láthattátok, egy garázs update lesz a videó témája, méghozzá a fűtés lesz fejlesztve. Ugye ehhez ezt a dízelüzemű fűtőtestet fogom beépíteni, egy 8 kW-os fűtőtest, a Vevor támogatott meg ezzel az eszközzel, igazándiból a leírásba berakom a linkjét magának az eszköznek, ha majd tetszik, akkor kattintsatok rá, nézzétek meg, van ott kedvezményes kód is a leírásba. Igazából ugye eddig én villanyfűtéssel, egy 3 kW-os hősugárzóval oldottam meg a garázs fűtését, plusz van egy ilyen 1000 éves folyton égő kályhám. Mindegyik a maga módján jó, ugye a villany az nyilván kényelmes, ellenben azért elég sokat is fogyaszt. A folyton égő kályha marha jól működik, jól be is fűti ezt a 36 négyzetmétert, de a probléma vele az, ugye, hogy nyilván el kell tennie 1-2 órának, mire kellemes meleg lesz. Ezzel a dízel fűtéssel remélem ezt kiküszöböljük. Álljunk is neki, nézzük meg, hogy milyen csomagolásba érkezett, utána pedig beépítjük. Akkor lássuk, mi van a dobozban. Ugye úgy tervezem, hogy már elmondtam nektek, hogy mi lesz ez a készülék, de azért most is elmondom. Ez egy fűtőegység, egy dízelüzemű, gázolajüzemű fűtőegység a Vevortól. Linket majd rakok a leírásba, nézzétek meg. Szuper, kaptam egy jó kis leírást hozzá első körbe, ízlésesen becsomagolva, ahogy ezt múltkor is megtapasztaltuk. Kifóliahegyek, hapszivacs. Aha. Befújó egy kifújó alkalmatosság, gondolom én. Plusz maga az eszköz becsomagolva. Na. Most fogunk burítani. Így van. Kurva jó csomagolás ismét. Tényleg. Szíve dobjuk. Pukifólia. Úgy. Azt a mindenit. Maga az eszköz, mutató is, ide is. Távirányító hozzá, hoppa, kis kamera lekapcsolt. Mi az ősz? Már nem indítottam el. Akkor még egy taps. Szóval mutatom a távirányítót. Így néz ki az eszköz, itt lehet megtölteni, ugye 12 voltról üzemel, 8 kW teljesítményű, reméljük megfelelően be fogja fűteni nekem a garást. Ó, itt is csatos, veri csatos. Mindenféle, ugye itt látható maga a hőcserélőegység. Van olyan verzió is a Vevornál, ami csak ez a kis tömböt tartalmazza, azok nem tudják ezeket az intelligens távolról irányítható funkciókat. Az üzemanyagtartály, ennyi. És még ami a csomagban van, ha minden igaz, a kipufogó és a szívónyílás. Nem mondanám magam a professzionális csomagbontónak. Aha. Így van. Egy légkürt, hogyha esetleg el szeretnénk vezetni máshova a levegőt. Ez a kipufogócső. Levegő.
levegőre szívott cső. Egy kipufogó, plusz a szerelékek, légszűrő, bilincsek. Nagyon jó. Szuper. Ennek örülök. Az a légtechnológiai cső az nem épp a legolcsóbb, de így viszont lehet, hogy át fogom rakni máshova a tervezethez képest. Ja. Szóval ilyen kütyű. Nézzétek meg, ahogy beinstalálom a garázsba. Így van. Nagyon pöpec eddig. Na jó. Szóval akkor találkozunk a garázsban, mikor építem be. Szóval itt a folyton égő kártya, amit említettem, és a tervem az lenne, hogy ide a hegesztő és a kompresszor mögé teszem be a technikát, és a légcsővel itt fogja kifújni valahol a meleg levegőt. Ez a két gép azért általában mindig itt helyezkedik el, nem nagyon mozgatom őket. Maximum a hegesztő, ami kibe szokott járni, oda esetleg szerkeztek egy ütközőt, hogy ugye ne üssük le a fűtést. Az oldalát kifúrom a garázsnak, ki lesz vezetve a kipufogó és a szívó oldal. Kipakolok, rendet rakok ott és beépítem az eszközt. Rend a lelke mindennek. Szóval... Na. Valahol itt lesz a helye az eszköznek. Ha minden jól megy. Még így. Ilyen? Nagyon jó. Szerintem ez egy kiváló lesz. Én mellettek ezt a kocsit is szerkesztem. Így van. És ezzel a légtechnikai csővel ki fogom vezetni előrefele a hőt. Ebből nem állt majd egy hosszabb. Vagy előrébb rakom a technikát. Mondjuk. Mondjuk így. Igen. Ez így lesz. Igen, akkor a kompresszor mögött lesz. Igen, ez lesz a helye neki. Szuper. Ugye a csomagban megtalálható hozzá mind a kipufogócső, mind a szívócső. Kipufogóval és szívó légszűrővel is egyaránt. Mindegyikhez van bilincs. Befúvó részhez rögzítők. Egész jól ki van találva a technika. Mondjuk az a kérdés, hogyha én ezt fixre leszerelem, ugye akkor innentől ezt többet nem nagyon kell úgymond bontás nélkül elszedni, így ez talán az egyetlen hátránya, de nem is tervezem olyan sűrűn elbontani ezt. Oké. Igen. Hogy húzzuk meg a bilincset? Már egy érdekesebb kérdés. Ugye a sík az eléggé a bilincsel elsik. Szóval lehet, hogy lesz, hogy
ráigazítom a bilincset és egy sima 7-es kulcssal húzom meg. Érdekes lesz ez. Jó, némi helyet hagyni kell mindenképp a fal meg a cső között. Itt pedig így áll majd a bilincs. Oké. Jaj. Szóval kell két furatot készíteni a garázs oldalára. Méghozzá hát 26 27. Jó, két 28-as furatot fogok készíteni. Nagyjából a talajtól körülbelül hét centiméteres távolságra. Na, ugye előbb itt filozófáltam rajta, hogy ezeket a bilincseket hogy húzzuk meg, ugye annak ellenére, hogy a fémházban van, de a gyártó gondolt erre is, és hagyott két ilyen szervizablakot, nyilván ahhoz úgy kell beállítani a bilincset, hogy a szervizablak felé nézzen, amivel semmi baj nincsen, kicsit játékos, de még mindig jobb, mint egy 7-es villás kulcs alatt bohóckodni. Na, gyere bilincs! Szóval a bilincs meghúzásra van külön szervizablak. Ha esetleg ilyet vesztek, erre figyeljetek. Én már az egyik bilincset... Jaj! Én már ezt a bilincset nagyjából rászenvedtem. Amit le is kéne húznom. Igen, át kell fordítanom a bilincset. Hogy fordítsam, hogy ti is látsátok. Szóval, szervizablak. És már is kiválóan meg lehet húzni a bilincseket. Oké. Szuper, visszarakom a burkolatot, kifurom a lukakat, aztán megyünk tovább. Elkészítettem a két furatot a garázs oldalán. Nemes egyszerűséggel csak megpróbálom befűzni. Nagyon gyári. Kicsit még majd lehet a kipufogó csövön kellett hajtani, mert az olyan jól áll. Így. Hát előrébb lett, mint ahogy én gondoltam. Na mindegy. Kívülre felrakom a kipufogót, plusz a szívócsonkot, aztán kipróbáljuk. Ja. Ilyen lett kívülről a kipufogó, meg a szívó oldal, hogy a kipufogó arra fele fújja ki a gázt, így a szívó oldal talán nem szívja be, nyilván majd ezt első működés közben ellenőrizzük.
Ugye van némi túllógás a tetőnek, szóval ide elvileg nem esik az eső, de majd gyártani fogok felé egy L-alakú kis előtetőt, hogy még véletlenül se csöpögjön rá. Plusz ugye nyilván mindjárt az első használat után megnézzük, hogy mennyire melegszik át itt a kipufogó, meg milyen dolgok történnek. Ja. Szóval így állunk most levegő és kipufogó ügyileg bekötve. Ugye az üzemeltetéshez 12 voltot kér a technika. 12 volt 15 ampert fog elvileg fölvenni, vagy legalábbis 15 ampernél nagyobb tápegységet ír, hogy ő azt szeretné. Majd szerintem erre is rámérek, hogy mekkora teljesítményt vesz föl, mert szerintem azért egy ilyen eszközüzemeltetéséhez nem kell ekkora feszültség. Ugye a betáp oldal meg van biztosítva, egy biztosítékkal. Ja, mindjárt bekötöm és mérünk egyet. Bekötöttem a 12 voltos tápegységre az eszközt. Ugye annyiból nem szerencsés ez az elhelyezés, hogy az LCD kijelzőt kevésbé látom. De megoldjuk. Ugye alkalmazható hozzá távirányító. Mindjárt feltöltöm, és meglátjuk, hogy hogy löki a meleget azon a kis csövön. Na, a kútoszlop szerint 5 liter gázolajat tankoltam, ez színültig töltötte a tartályt. Visszazárjuk rá a kupakot. Kicsit azt a mellékröccsenést letörlöm. Szuper. És akkor, ha minden igaz, elnyomjuk a gombot, a start gombot. A ventilátor elindult. Tehát látok egy kamerát. Na, életre bírtam a technikát, meg is jött az első meleg levegő, viszont ahogy láthatjátok, a kipufogónak azért van elég nagy hője, szóval gyártanom kell alá egy talpat, hogy úgymond a levegőbe helyezkedjen el. Amit még feltűnt, hogy a leszerelhető a kijelző, így majd át tudom tenni esetleg ide a falra is, hogy látható legyen, mit csinálok. És egyre jobban gondolkozok azon, hogy lehet a kipufogó se lesz jó ilyen alacsonyan, hanem ide valahova fölhelyezem az egészet, meglátjuk. Minden esetre jó meleget nyom, azt tudja. Verzió 2. Ráraktam ugye ezekre a 50x50-es szögvasakra, így nem érintkezik semmivel se a kipufogó, csak a fényvázzal. Kívülről ugye megnéztem, nem égette meg még a festéket se a lemezen, plusz ugye átraktam a kijelzőt ide, hogy kényelmesebb legyen kezelni. Ja, igen, ezt mondjuk a gyártó nem írta a leírásba, hogy nem látszik sehol se, de azért a tűzzel játszunk, gyerekek, szóval okosan akárki rendel ilyet, figyeljetek oda. Egy szénmonoxid érzékelő se biztos, hogy olyan hülyeség lenne mellé. Amúgy. Na mindegy, próbáljuk akkor újra ki, hogy üzemeljük be, nem is tudom. Még ezt itt azért nekem is tanulnom kell, hogy jól tudjam vezérelni, beállítani. Ezt meglátjuk, hogy hogy megy. Na, üzemelünk stabilan. Most elvileg a legmagasabb fokozatban van. Hát itt már nem esik jól a kéznek meleg, amit kifúj. Egyelőre nem látok sehol se a változást a kipufogó véget. Kívül ugye megnéztem, ugye kimegyünk, azt megnézzük, hogy milyen a kipufogó. Aztán egy kicsit szoktam a kezelést, akkor ezt is bemutatom. Azt a meleget átmelegítette itt a kompresszor tartályt, és ahogy fújta a levegőt. Ja, talán így egész korák lesz. Ja. Na, kipufogó és szép oldal. Ilyen hangon van, elég ilyen turbulens hangja van. Ami
üzemteszt volt, igazából teljes teljesítményen ment a gép. Most levettem ugye itt ezt a frekvenciát írja ez a teljesítmény. Ugye még itt jelzi, hogy a hőcserélő meleg, ezért ugye a ventilátor se fog teljesen lenni, szépen kihagyja belőle a meleget. Igen, forrósodik is egy cső. Azt amikor visszahűl, akkor elméletileg le is fog kapcsolni. Addig egy ilyen, ugye magát a tüzet már eloltotta, most másik egy ilyen enyhe áramlással szépen vissza fogja hűteni a hőcserélőt, és teljesen lekapcsol, ha minden igaz. Ja, azért még szoknunk kell egymást. Azt hiszem a kompresszornak kell majd készíteni egy ütközőben, hogy kilugga egy a technikát, vagy helyet cserél egymással a kompresszor és a regesztő, ami valószínűbb lesz. Látható, hogy kezd hűlni a hőcserélő, nagyjából egy olyan 2-3 percre állítottam le, még mindig fújja a levegőt, de viszont egyre hidegebb a levegő, és hogy ott is jelzi, hogy hűl a hőcserélő. Ez lesz valahogy a felállás, kompresszor, mellette a hegesztő. Ja. Hegesztő is már megérdemelne egy jó kis kocsit, majd azt át, hogy alakítjuk ki, hogy egységből legyen itt a dolgok. Palacknak elvileg nem számít a hő, plusz ahogy tapasztaltam, itt abszolút nem melegszik. Szóval jó lesz ez. Vissza kell hozni frankóra. Na majd még jelentkezem tudom egy pár nap elteltével, amikor többet használtam. Na, ismét eltelt egy másfél-két perc, és teljesen leállt a keringetés. Ott a kijelzőn is jelzi, hogy áll a keringetés, viszont a hőcserélőben még azért van maradék hő. Ja. Akkor teszteljünk egy kicsit. Nincs ma túl nagy hideg, 13 fok van itt kint. Igazán én ebben simán el szoktam dolgozgatni, de hogy teszteljük a fűtést így. Így elindítom egy olyan fele teljesítményen, és akkor talán a videóba se fog nagyon bele hallatszódni. On, bekapcsol, és ugye, nem tudom, mennyit láttok belőle? Ugye a teljes teljesítmény az 5,4, annak a fele az 2,7. Beállítom fél teljesítményre, aztán nagyjából egy óra múlva jelentkezek, hogy hány fokot ment fel a hőmérséklet 13-ról. Ja. Meg majd megtanulom ebből a kis leírásból a hőmérséklet szabályzásmódot is, aztán megmutatom azt is, hogy kell bekapcsolni. De egyelőre most csak kíváncsi vagyok, hogy nagyjából egy óra alatt mennyit fűt fel a technika. Na, majd jelentkezem. Na, eltelt az egy óra. Ahogy látjátok, 16,9 lett 13-ból. Kint borongós idő van, és kint nincs is szerintem legebb, mint 13 fok, szóval ezt a fűtést csinálta, egyelőre még a szintjelzőn nem látszik a fogyás, és ugye ez a nagyjából fél teljesítmény volt. Nem tudom, lehet-e hallani, mert hogy az így mennyire hangos. Egy kicsit azért zavaró, hogy kattog ez a befújó, meg a ventilátor hang, de ez még a tűrhető kategória szerintem. Ti meg majd talán hozzászoktok a videókból, hogyha télen forgatok, hogy ez itt sustorog. Ja, hát 36 négyzetméteren, úgyhogy szigeteletlen, lemezgarázs, kb. 3 fokot emelt fél teljesítményen. Majd valamelyik nap reggel, ha korán jövök ki, akkor lehet csinálok egy ilyen teljes teljesítményes tesztet is, azt is berakom, meg mondtam, amit ígértem, hogy a hőfokszabályzós részt még belerakom. Szóval nagyjából szerintem ennyit lehet elmondani erről az eszközről. Nyilván a hosszabb távnál, hogyha látok majd valami fogyasztást, akkor arról is be fogok számolni. Ja,
hát a kupakból szépen kifogyott már, ennyit látunk. De amúgy teszi a dolgát csendben. Jó lesz ez. Ez közben megkészül a cif. Majd erről is nézzétek meg a videót. Utolsó teszt. Szerintem eddig kurva jól működik. Fogyasztás még mindig nem látható a szintjelzőn. 9 fok van, reggel 6 óra. Bekapcsoljuk a technikát. Ugye, amit ígértem még, az a hőmérsékletmódra váltás, és ha megnézitek, akkor már hőmérsékletmódban vagyunk. Amit úgy lehet átváltani, hogy a plusz, és a oké, hát a teljesítménymódban vagyunk egyből. Plusz és az oké, hőmérsékletmód. Igazándiból a leírásban ezek mind benn vannak. Egész értelmezhetően. Paramétereket én nem szeretném állítani, hogy működjön a pumpa, milyen legyen a jel, meg ilyenek, de ezeket is lehet elvileg. Plusz ugye a távirányító, ami van még, talán azt nem mutattam. Reméljük nincs nem erőben, mert valami gyenge elemet találtam. Sírja a hőmérsékletet. Szóval standby-ba vagyunk. Mennyire van beállítva a hőmérséklet. Tudjuk állítani. És ennyi. Az adatokat. Ja. Na mindegy. Rúgjuk is be. Ami még észrevétel, hogy a hőcserélő, ha bemelegszik, és lekapcsoljuk, akkor ugye nyilván nem lehet vissza kapcsolni, gondolom az ilyen robbanás veszélyes okokból. Ja, szóval 5 óra 54 van, most kapcsoltam be, 9 fok, egy olyan óra múlva megpróbálok bejelentkezni, vagy hogyha értemben van valami hőmérsékletváltozás. Bocsászkal, kicsit belefeledkeztem ebbe a halóba. 12,7 lett, azt hiszem 9 fokra, egy óra alatt. Igen. Igen. Fogyasztás. Na, valami lesz, mert már sziszent a tank. Van érdekesen is áll az a tank benne. Mennyire látszik, még itt a szintjelzőn nem látszik. A 3x1 órát ment eddig. Nyilván ugye a hőfok szabályozat 22 fokra állítottam, nem állt egyszer se. Sőt, ezért se vette vissza a teljesítményt. Ja. Szerintem hogy nagyjából ennyit lehet elmondani erről a dologról. Ugye bejelentkezek. Ennyi lett volna ez a garázs upgrade per teszt videó. Az eszközről, amit el tudom mondani, nagyon tetszik, nagyon meg vagyok vele elégedve. Jó a fogyasztása, jól befűti még ezt a relatíve nagy helységet is. Ami egy kicsit negatívum részemről, hogy hangos, de ez szerintem a technika velejárója. Ja, ha van kérdésetek, akkor ezt tegyétek fel hozzászólásba, igyekszem majd megválaszolni. Plusz, ha megkérhetlek titeket, akkor kattintsatok a leírásban látható linkre. Ha pedig vásárolnátok egy ilyen eszközt, akkor használjátok a szintén a leírásban látható kódot. Ezzel nekem sokat segítetek igazándiból. Amúgy, ha a videó tetszett, akkor nyomjatok le egy lájkot, és iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!